Izgatottan várták az idősek a számukra készített műsort. A második számú idősek otthonában múlt héten köszöntötték az ott lakókat, a kazincbarcikai Kodály Zoltán alapfokú művészeti iskola diákjai és tanárai, akik zenés és táncos előadással szórakoztatták a közönségüket. A legjobban nyilván az én unokám tetszett, ő énekelt, és a Tamara néni tanította. És gratulálok mind a kettőjüknek. Aztán, hogy még mi tetszett, tulajdonképpen minden. Jó volt kikapcsolódni, a gyerekek tehetségesek. Az időskorú a gondozóházában tegnap ünnepeltek. A jeles alkalomból többen is kiöltöztek, a műsor kezdete előtt pedig közös énekléssel hangolódtak az ovisok előadására. A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ ellátottjainak az idősek világnapja egy fontos, sőt egyik legfontosabb esemény az évben, hiszen intézményrendszerünk számos idős ellátó intézménnyel rendelkezik, három bentlakásos idős ellátó intézmény idősek nappali ellátása, illetve hát a házi segítségnyújtás, illetve a szociális étkeztetés és csupa-csupa idősel foglalkozó intézményünk, és természetesen az idősek világnapjával kapcsolatban az egész hónapban folyamatosan szervezünk rendezvényeket. Rövid köszöntő és az egyik gondozó szavalata után a Mesevárta óvoda egyik csoportja kápráztatta el a gondozóház lakóit, akik meghatottan figyelték a kicsik műsorát. Nagyon-nagyon szép, én el vagyok ragadtatva, hogy ilyen sok verset ezzel a kis gyerekekkel megtanítatni, hát ez borzasztó nagy feladat, és olyan gyönyörű a ruhájuk, minden kiegészítőjük, hogy ez valami csodálatosan szépek voltak. Nem csupán versekkel és zenés játékokkal kedveskedtek az ovisok, hiszen a műsor után finomságokkal és általuk készített kézműves ajándékkal lepték meg az időseket.